Strandkörkép. A gyenge június után erős szezon zártak a vármegyei strandok. Segítség. Két korszerű EKG gépet adományozott egy nyíregyházi vállalat a kórháznak. Szomorú történelem. Az 1944-es nyíregyházi bombázás áldozataira emlékeztek. Gyenge kezdés után erős szezon zártak idén nyáron a strandok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Június esős volt, akkor kevesebben vették igénybe a szolgáltatásokat, júliusban és augusztusban viszont sokan választották a vízpartokat vagy a strandokat. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A strandok üzemeltetői abban bíznak, hogy a júniusi visszaesést pótolja a szeptemberi nyárias időjárás, ezért szinte sehol nem zártak még be. A Kölcsei Televízió Vásárosnaményban Tiszalökön, Mátészalkán és Nyíregyházán érdeklődött a nyári strandszezonról. A koronavírus alatti jóslatokkal szemben hamarabb visszatértek a turisták a nyári szezonban, mondta el Podlovics Lajos, az Aquarius élmény és parkfürdő vezérigazgatója. Aminek különösen örültünk, hogy a román vendégek az elmúlt években nagyon nagy számban jelentek meg nálunk, és az idei évben is hasonló érdeklődés mutatkozott részükről. Ami egy picit megcsappant az elmúlt években, az a szlovák és a lengyel vendégek aránya volt, és hála Istennek őket is sikerült visszacsábítanunk. Ezt már most tényleg nem tudom, hogy minek a számlájára írjuk, mert a Covid-dal szerintem már nem nagyon kellene takarózni, az olyan értelemben már egy elenyésző számú ember van szerintem, aki erre még felkapja a fejét, és foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ahogy jósolták, hogy 2024-25-re rendeződik majd vissza a turizmus a legsötétebb Covid időszakban, annál azt gondolom, hogy egy picivel ez hamarabb történt meg, és egyébként pedig innentől kezdve már az dönti el, hogy eljön-e hozzánk a vendég, vagy nem, hogy mit kínálunk neki szolgáltatásban, és én úgy gondolom, hogy az Aquarius élmény és parkfürdő egy komplex szolgáltatást tud kínálni a vendégeknek. Mi nem egy rétegfürdő, hanem mi egy általában vett családi fürdő vagyunk, aki a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek ki tudja szolgálni az igényeit, és hogyha ezt mi magas színvonalon tudjuk biztosítani, akkor azt gondolom, hogy mindenhonnan, a környező országokból és belföldről is meg tudjuk szólítani a hozzánk érkezőket. Május 27-én nyitottak ki Mátészalkán, és a jó időben bízva szeptember első heteiben is várják még a látogatókat. Ebben az évben, amit kiemelnénk, az, hogy rengeteg táborunk volt, sporttábor, gyerektáborunk, úszótábor, Erzsébet tábor és több különleges vagy különböző sporttábor. Ugye a rossz idő ellenére is, mert voltak rosszabb időszakaink, hál' Istennek itt van nekünk az úszoda, ami megfelelő körülményeket biztosít akár az esős idős átvészelésére is. A Bergen-Gócia Fesztivál több ezres tömeget mozgatott meg a Tiszapartnál Vásárosnaményban. Filip Sándor polgármester úgy látja, a táj szépségeinek megőrzése mellett a rendezvényekkel lehet még vonzóbbá tenni a szabadstrandot, de emellett a Szilva termál és wellness fürdő is várja a vendégeket. Elmondhatom, hogy Gergely Gornyára a Tiszaparti részre is kiemelten odafigyelünk. Itt alapvető gond a rengeteg nagyra nőtt fa a nyaralótelkek és a nyaralók között. Ezek visszavágása folyamatos, de egyszerűen nem tudunk oda ilyen, hiszen ez 100-150 millió forintba kerülne, úgyhogy apránként haladunk ilyen évenkénti 10-20 millió forintos beruházásokkal, favágásokkal, sokszor már alpinistákat kell hívnunk. De alapvetően a Tiszapart maga gyönyörű volt július közepétől, most aztán annyira szép a part, hogy öröm lemenni. Ugyancsak a Tisza mentén a top turisztikai fejlesztésekkel támogatott Tiszalökön is jól alakult az idei szezon, bár a hidegfrontok miatt nem volt egyenletes a vendégforgalom. Amikor hétközben jön a hidegfront, az a kisebbik rossz. De általában, aki abban reménykedik, hogy ez így lesz, annak csalódnia kell, mert most ezen a nyáron volt jó néhány olyan hétvége, hogy akkor romlott az időjárás, és ugye a péntek-szombat-vasárnapi forgalmak azok magasan verik a hétközi forgalmat, úgyhogy ezek a problémák merültek fel, különben a strandon, akik oda látogatnak, ez azt jelenti, hogy szombat-vasárnap, hát általában majdnem mindig ki kell rakni a teltházban, ez egy 800 főt jelent, körülbelül ilyen hétvégék voltak, hogyha az időjárás rendben volt, és a sok szolgáltatással együtt azt gondolom mindent megkapnak az odalátogatók. Gömze Sándor polgármester szerint a melegebb szeptemberi napokon is folytatódhat a strandturizmus Tiszalökön, ahol a fürdőzés mellett más szolgáltatások is várják az ideérkezőket.
Még mindig vezető halálozási ok a szív- és érrendszeri megbetegedés Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A kardiológiai osztályok esetszámai valamivel az országos átlag felett vannak, mondta el Szűcs Attila, kórházi főigazgató annak kapcsán, hogy a Hübner H. Kft. Felajánlásának köszönhetően bemutatták az új Holter EKG készülékeket. Így néz ki egy Holter EKG készülék, amelyből idén két új darabot is be tudott szerezni a József András Kórház, a Hübner HKFT felajánlásának köszönhetően. A cég lassan 3 évtizede van jelen a városban, ahol jótékonysági tevékenységet is végez, mondta el a cég ügyvezető igazgatója. Mi elkötelezettnek érezzük magunkat, hogy hozzájáruljunk a József András Kórház eredményes működéséhez. Nagyon sok dolgozónk él a városban és a régiónkban, és ezzel a támogatással talán mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy amikor a munkavállalóink és családtagjaink számára szükséges lesz, akkor meg tudják kapni a megfelelő egészségügyi ellátást. Már korábban is volt két ilyen készüléke a kórháznak, de a gyakori használat miatt ezek tönkre mennek és pótlásuk elengedhetetlen, mondta el Szűcs Attila, a kórház főigazgatója. A Hübner felajánlásának köszönhetően most már 4 ilyen készüléke van a József András Kórháznak. Minél több ilyen eszköz áll a rendelkezésre, annál kevesebb időt kell várniuk a betegeknek. Nagyon örülünk minden felajánlásnak, hiszen az segíti a mindennapi munkánkat, segíti azt, hogy minél magasabb színvonalon lássuk el a betegeinket. Ugye most a Hübner Kft-vel, akikkel már évek óta együttműködünk, és ahogy el is hangzott, több felajánlással értek az utóbbi években intézményünk irányába, ismét érkezett egy ilyen felajánlás, és végig gondolva a helyzetet minden osztály és minden szakma tekintetében, úgy döntöttünk, hogy az idei évben ezt a kardiológiára használjuk fel. A főigazgató hozzátette, ez egy olyan speciális készülék, amellyel a beteg szívműködését folyamatosan tudják vizsgálni, nem csak a kórházi fekvőbeteg ellátásban, de a paciens otthonában is. A műszer lehetőséget ad arra, hogy ne csak egy rövid EKG szakaszon, hanem 24 órán keresztül kövessék a szívműködést, a szívritmus zavarokat, szívlassulásokat, szívgyorsulásokat, és ennek alapján pontosabban lehet kiválasztani a megfelelő terápiát. A szív- és érrendszeri megbetegedések a vezető halálokoknak számítanak Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig valamivel az országos átlag feletti az esetszám, mondta el Kőszegi Zsolt, a kórház kardiológus főorvosa. Ez kevésbé az ellátás színvonala, mint inkább a megelőzés hiánya miatt alakul így. A területen az ellátási szervezés, és az egész országban is ez az infarktus ellátási hálózat, ez egyértelműen világviszonylatban megállja a helyét, mert azt jelenti, hogy a katéteres laborunk a 7 napján 24 órában tudja fogadni az akut infarktusos betegeket, és így az ér megnyitásával a ezen betegség halálozását a felmérések szerint körülbelül felére tudjuk csökkenteni, és a további életminőség is javul. Ilyen eljárásból évente közel 2000-et végzünk egyébként. A József András Kórházban a főorvos becslései szerint évente több mint 4000 fekvőbeteget kezelnek, az ambuláns esetszám éves szinten pedig jóval 10000 felett lehet. A nyírcsahói asszony lázadásról készített dokumentumfilmet Zsigmond Dezső filmrendező. A játékfilmes elemeket is tartalmazó alkotás azt az időszakot örökíti meg, amikor a 60-as években a helyi asszonyok ellenálltak az erőszakos TSZ-esítésnek. A filmet Nyírcsahójban mutatták be, amely a Vármegyei Önkormányzat támogatásával valósult meg. A nyírcsahói asszonylázadásról szóló filmet mutattak be a történet helyszínén. Az 1960-as évek erőszakos TSZ-esítés témájában készült dokumentumfilm az Én megyém, az én történetem című pályázat keretében készült a Vármegyei Önkormányzat támogatásával. Ennek filmes feldolgozása eddig még nem is született. A településen élők emlékezetében az élő ez a téma, és megszületett végre ennek a filmes feldolgozása is, amely Nyírcsahójnak nyilván nagyon sokat jelent, de remélem a megye számos településének is sokat jelent, abban az időszakban, amikor 60-as években az a kényszer TSZ-esítés történt, amiről talán még mindig kevesebb tudunk, vagy keveset beszéltünk, és ennek az adalékához szolgál a nyírcsahójiak személyes története is, és remélem, hogy nem csak itt a településen, hanem ugye szélesebb közvéleményében is, illetve hát országos bemutatásra is érdemes lesz aztán majd ez a filmalkotás. Nekünk semmiféle halvány lila dunsztunk sincs fiatal szerencsés embereknek, hogy a mi őseink mind mentek keresztül, hogy a mi nehézségeink az milyen jelentéktelnek voltak ahhoz,
ami nők mentek keresztül. Hanusi Péter Máté Szalka polgármestere a film nyírcsahói bemutatóján úgy fogalmazott, a nyírcsahói asszonyok bátorsága az egri nőkéhez hasonlítható. Azt is mondta, hogy a településen sokáig nem mertek beszélni az eseményről. A film alapjául szolgáló történetekben közvetett módon nyírcsahói polgármestere is érintett, mondta el Magyar Csabáné. Nekem személyesen is nagy jelentősége van ennek a filmnek, hiszen az az interjú, amit ennek a filmnek a kapcsán én adtam, ez a nagymamám elbeszélésére történt, mert ő is részt vett ezen az asszonylázadáson. Azt gondolom, hogy mindazok, akik Nyírcsahói településen laknak, nem feledkezhetünk el a múltunkról, hiszen ez alkotja a jövőnket, és ez alkotja a jelenünket is. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy honnan indultunk, honnan jöttünk, és a nyírcsahói asszonyok bátorsága, ereje, kitartása, szervezőkészsége mindannyiunk számára borzasztó nagy példa. Zsigmond Dezső filmrendező azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel 60 filmet forgatott eddigi munkássága során. Ezek egy része játékfilm, többségük dokumentumfilm. Az identitás pályázat keretében a Dunatáj Alapítvány 5 film elkészítésére nyert támogatást. Ezek közül az egyik a nyírcsahói asszonylázadásról szóló film. Bevállalták azt, hogy a férjeik helyet tüntetnek, hiszen attól féltek, hogy a férjeiket, akiket amúgy is megtaposott előtte az a bizonyos magyar történelem mindenféle értelemben, azokat megkínozzák, és abba bíztak, hogy az asszonyokat nem, hát tévedtek tulajdonképpen ebben a dologban. De végül is ezt a filmet sikerült megcsinálni. Az volt a szerencsétlenség benne, hogy addigra meghaltak már javarészt ezek az asszonyok. A rendező hozzátette, meglepte, hogy a nyírcsahói polgármester milyen mértékben érintett a történet kapcsán. Legkedvesebb számomra a polgármester asszonnyal való interjú volt, mert én megmondom őszintén, hogy nem gondoltam volna, hogy egy polgármester asszony ilyen érzelmileg, ilyen végtelenül érintett ebben. Nagy meglepetés volt ez számomra, bár kezdetől fogva láttuk, hogy ő végtelen szeretettel szervezi, és mindent oda tett Nyírcsahói azért, hogy ez a film elkészülhessen. Az alkotás játékfilmes részeket is tartalmaz, amelyeket a Beregszászi Társulat színészeivel forgattak. Szomorú eseményről emlékeztek meg szerdán Nyíregyházán. 1944. szeptember 6-án bombázták le amerikai gépek a vasútállomást és környékét. A támadásban 122 civil vesztette életét. A pusztításra és az áldozatokra ma koszorúzással emlékeztek. 1944. szeptember 6-án 11 órakor vadászgépek kíséretében 3 hullámban érkeztek Nyíregyházára az amerikai nehézbombázók. Az első hullám célt tévesztett, de a második pontos találattal érte el a vasútállomást és környékét. A vele szemben álló Szabolcs Hotel is hamuvá vált, de a legnagyobb tragédia az volt, hogy rengeteg lakóházat is találat ért, ami civil életeket követelt. A nyíregyházi vasútállomáson megemlékezést tartottak a 79 évvel ezelőtti háborús áldozatok tiszteletére. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke szerint, ha a történelem az élet tanító mestere, akkor a jelenkori nemzedéknek azért kell dolgoznia, hogy hasonló pusztítás ne történhessen meg ismét. Sajnos az emberi történelem már többször beigazolta azt, hogy amikor valamit elfelejtünk, akkor az bekövetkezik újra, és ezért nagyon fontos az, hogy a háború borzalmaira azt mindig emlékeztessük az utánunk következő nemzedéket, és ne csak emlékeztessük őket, hanem valóban legyenek üzenetek, legyenek követ, legyenek jelképek arra vonatkozó, hogy ez mindig úgymond mementóként, figyelmeztetőként ott álljon a mi életünkben is, hiszen láthatjuk azt, hogy most a szomszédunkban éppen háborúdul, azok a borzalmak, amelyeket itt Nyíregyházán is megéltek, azok ott most a mindennapok részévé váltak, és nagyon fontos az, hogy ez itt Magyarországon ne történhessen meg még egyszer. Jászai Menyhért úgy fogalmazott, a tőzsgyökeres nyíregyházi családok közül sokakat érint személyesen is a tragédia. A nyíregyháziak számára ez egy sokkoló bombázás volt Nyíregyháza területén, először találkoztak ilyen mérő pusztítással, és hát nagyon sok lakóház megsemmisült, nagyon sok ember megsérült, elhunytak. Tehát ez a nyíregyháziak, a tőzsgyökeres nyíregyháziak, akinek a szülei, nagyszülei ezt átélték, itt a városban, élénken él a családi hagyományokban is. Tehát ez
ez az emlékezetünknek a széles része. Holmár Zoltán történész a megemlékezésen felidézte a bombázás eseményeit és az azt követő veszteségeket. Az első napi összeszámolás eredményeképpen 80 halottat számoltak össze, ez később 126 főre nőtt, tehát a legnagyobb kár az a személyi kár volt ebből a tekintetből, és azért is, mert ez volt az első eset a történelemben, Nyíregyháza történetében, hogy a háború poklával először szembesültek az itt lakók, hiszen az első világháborúban a város még hátország volt, nem érintkezett közvetlenül fronta, viszont a másik világháborúban ugye a levegőben az amerikai gépek, a szárazföldön pedig már közeledett a szovjet vörös hadsereg több alakulata is, ugye az ukrán front, szembe kellett nézni az elkövetkező hónapokban a városnak a legkeményebb időszakával. Hozzátette, az emberi életek mellett az anyagi kár is jelentős volt, mivel a Vécsei, a Lehel, a Deák Ferenc és a József András utcát is érték találatok. A becslések szerint a bombázás következtében mintegy 74,5 millió pengő veszteség keletkezett. Furcsa baleset történt kedden délután Nyíregyházán, egy autós fordult egy motoros elé a szalagutcán, a motoros, hogy az ütközést elkerülje, félre rántotta a kormányt és felborult. Az autós információink szerint segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A motorost a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Jövő hét vasárnap rajtól az országos bajnokság az Aqua Esse gyermek, serdülő és ifi csapatai számára. A klub az Északkeleti Ligában további 8 csapatot versenyeztet, első ízben pedig a gyermek 2-es országos lánycsapat is elindul az egyesület neve alatt. Az Aqua Esse szerdán délelőtt adományozott is, a jövőben egy új defibrillátor alkalmazható a városi uszodában az együttes felajánlásából. Használaton kívül áll a nyíregyházi városi úszoda asztalán ez az új defibrillátor. A remények szerint a következő években sem kell majd működtetni a készüléket. Ha viszont mégis így lenne, életet menthet, ezért ajánlotta fel azt az Aqua Esse a városi sport létesítményeket üzemeltető cég számára. Szakács Roland, a klubelnöke úgy fogalmazott, az adományozás mérföldkőnek számít az egyesület életében. Az elmúlt 19 évünkben a tagdíjaink mellett mindig mi csak kaptunk, akár a várostól, vagy azoktól a vállalkozásoktól, akik tól befizetők voltak, és most eljutottunk arra a szintre, hogy most már mi is adhatunk. Elmúlt időszakokban, években karácsonykor voltak adománygyűjtéseink, amikor különböző alapítványokat támogattunk, és most eljutottunk oda, hogy évközben is már megtehetjük azt, hogy mi is adományozunk, és ezért jött ez az ötlet, hogy mindenféleképpen ott, ahol mi egy családként dolgozunk és napi munkában részt veszünk, azt a rendszert, azt a központi épületet, illetve infrastruktúrát támogassuk, mint ez a városi úszoda itt Nyíregyházán. Hajnal Gusztáv, a nyíregyházi sport létesítményeket üzemeltető cég igazgatója szerint a mostani felajánlás is bizonyítja a kiváló sportszakmai kapcsolatot a két szervezet között. Ugye a érdek az közös, tulajdonképpen mind a ketten azért dolgozunk, hogy a itt dolgozó gyerekek, az itt edzésmunkát végző gyerekek a legjobb teljesítményüket tudják nyújtani a különböző sportversenyeken. Egyrészt ez fontos az, hogy mi milyen pályát adunk, illetve az is nagyon fontos, hogy ők milyen edzésmunkát végeznek. A kettő egymás nélkül nem működik, és ez pedig csak jó kapcsolatban, közös érdekek mentén lehet tulajdonképpen jól végezni. Az Aqua Esse vízilabdázói egy hónapja kezdték meg a felkészülést az új idényre, jövő hét vasárnap pedig elrajtolnak az országos bajnokságok. Az egyesület minden eddiginél több csapatot versenyeztet a különböző sorozatokban. 3 csapatunk lesz az országos bajnokságban, a gyermek, serdülő és ifjúsági, illetve az Észak-Keleti Ligában 8 csapatunk fog részt venni, és lesz egy új, ami most debütál, az a gyermek 2-es országos lánycsapatunk, ami nagyon örömünkre saját csapatunk lesz, de az Egernek a segítségével, azért is, mert onnan 4 gyereket fogunk 2-es igazolással igazolni, és most már nem az lesz, hogy a nyíregyházi gyerekek mennek Egerbe, hanem most egri gyerekek jönnek Nyíregyházára, és a fő gerincét ennek a csapatnak a nyíregyházi lányok utánpótlás neveli szempontjából ők fogják adni.
Azak versénia már készülnek a jubileumi jövő évre. Az Egyesület ugyanis 2024-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A tervek szerint egy nagyszabású közösségi rendezvénnyel teszik emlékezetessé a jubileumot, amelyen olimpiai bajnok vízilabdázókkal is találkozhatnak a résztvevők. Klasszikusokkal és kuriózumokkal készül a következő évadra a Móricz Zsigmond Színház. A következő időszak kínálatáról is beszélt Kirják Róbert igazgató a színházi évadnyitó társulati ülésen. Az idei első darab a Delilla bemutatója lesz szombaton. A Kamarában pedig az Öreg Hölgy látogatása lesz szeptember 15-én. A színészek a stúdióban gyülekeztek, ami mostantól Bárány Frigyes nevét viseli. A rendezvény nyitányaként Kirják Róbert igazgató átadta az alapítói emlékszobrot Baraksó Erzsébetnek, az áprilisban elhunyt Bárány Frigyes színművész özvegyének. Ezt követően dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte a társulatot, és azt kívánta, hogy sikerüljön a Covid előtti látogatottságot újra elérni. Azt gondolom, hogyha a világ kiegyensúlyozottabbá válik, tehát se pandémia, se egy újabb gazdasági válság nem jön, akkor, mint ahogy a kultúra többi részébe, ami intézményesült, azt hiszem, hogy vissza fognak térni a látogatók, illetve a színháznak most sincsenek. Azt gondolom, hogy nem is voltak rossz számai, mert van egy olyan törzsközönsége, van egy olyan színház szerető közönség, a közönség itt Nyíregyházán, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, aki ide eljön és nívós darabokat megnéz. Kirják Róbert igazgató köszöntötte a társulatban 10 éve dolgozókat, Kosik Anitát, Szabó Mártát és Gulácsi Tamást is. Az igazgató beszámolt a nyári időszak sikereiről, elmondta, a Rózsakert szabadtéri színpad 7 előadásán 6229 néző előtt játszottak. A nyár további részében 4 vendégprodukciónak adtak helyet. A családokat a Rózsakert szabadtéri moziba invitálták. A Bencs villában a Móricz Zsigmond Színház saját társulatának színművészei léptek fel, zenés estjeiket teltházzal és nagy szeretettel fogadta a közönség. Az igazgató szólt az új évad terveiről is. A 2023-24-es évadot a nagy klasszikusok évadjának neveztük el. Elsősorban azért, mert olyan előadások lesznek láthatóak, mint a Bolha a fülbe, az Ankónai szerelmesek, a Don Juan vagy az Öreg Hölgy látogatása. Hát igyekeztünk azoknak a színházrajongóknak a kedvében járni, akik nosztalgiával gondolnak vissza a több évtizede Nyíregyházán már egyszer bemutatott előadásokra, de természetesen kuriózumok is lesznek, olyanok, amik még nem voltak. Például a Delila, az biztos, hogy újdonság lesz mindenkinek. Az idei évad első premierjét szombaton tartják majd, amikor a Delila című előadást mutatják be Mohácsi János rendezésében. A Kamara színpadon az első bemutató az Öreg Hölgy látogatása lesz szeptember 15-én. Szeptember 6-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerda éjszaka derült idő várható, eső nem lesz. A hőmérséklet 15 és 18 fok közötti értékekre hűl vissza. Csütörtökön napközben napos idő lesz, a hőmérséklet nyárias marad, 24-28 fokra lehet számítani. A hét további részében is a maihoz hasonló időjárás valószínű. Az előrejelzések szerint eső a héten nem várható.